Rosszul járnak a havi 216 ezer forintnál kevesebbet keresők, az újabb adóváltozásokkal reagált a Demokratikus Koalíció alelnöke egy napokban megjelent kimutatásra, statisztikára. Molnár Csaba szerint az egykulcsos adó a gazdagokat még gazdagabbá, a kevésbé tehetőseket pedig még szegényebbé teszi. Orbán Viktor szociális válságba taszítja Magyarországot. Egy tegnap frissen megjelent felmérés szerint a havi 216 ezer forintnál kevesebbet keresők, ők vannak egyébként legtöbben Magyarországon, nekik a jövedelmük jelentősen csökkenni fog 2012. január 1-től. Egyrészt azért, mert megszűnik a korábban még működő adójóváírás, másrészt pedig 1%-kal nő az egészségügyi hozzájárulás. Ezt még tetézni fogja ugye az Európai Unió legmagasabb általános forgalmi adókulcs, a magyar 27%-os áfa, a növekvő rezsiköltségek és a minden korábbi rekordot megdöntő benzinára. Ezzel szemben a legjobban keresőknek a havi jövedelme az több 10.000 forinttal emelkedni fog majd az egykulcsos adórendszerében. Látszik tehát az orbáni szociális gazdaságpolitika lényege. Orbán rendszere a gazdagot még gazdagabbá, a szegényet pedig még szegényebbé teszi.